Sziasztok srácok! Kulcsár Dávid barátom csatlakozott ma hozzánk itt a Tower Gymben, és ha már itt járt, akkor egy kicsit beszélgetünk, és érintünk olyan témákat majd, ami remélhetőleg nektek érdekes lesz, és nem tudom, miért a mikrofonban néztem, kamerában nézek, és ebből majd remélhetőleg tanulni tudtok. Fogunk egy kicsit edzeni is Dáviddal, lájtos edzése lesz ma, tehát csak ilyen tényleg ne nevessétek majd így a kommentekbe, de alávágva majd láthatjátok ebből pár részletet. És azt találtam ki, hogy egy ilyen átívelő témája a mai beszélgetésnek, nagyon meglepő módon az erőemelés lesz, igen, és arról fogunk beszélni, hogy mely faktorok segítenek abban nekünk, hogy a legjobb erőemelővé váljunk, és hogy a saját magunkból kihozzuk a maximumot erőemelésben. Mielőtt belekezdünk, nagyon fontos kérdést kell tisztáznunk Dáviddal. Rengeteget gondolkoztam ezzel, és nem tudtam a választ, hogyha jön egy jó tündér holnap, aki azt mondja, hogy egyetlen egy kiegészítő gyakorlatot nem kell csinálni mostantól, és ha rágondolsz, attól ugyanannyit fogsz erősödni, mint hogyha csinálnád, akkor mi lenne az? Lehet gondolkozni rajta. Mellengugolás, az biztos. Nagyon. Melyik Google? Mellen. Mellengugolás. Úristen. Boka mobilitásom nincs, de ennyi. A csípőm se egy király. Jó, hát a felhúzás az laza, de ez a googolásokhoz nem annyira jó. És hát csuklok, botlok, csetlek, szörnyű. Tehát ilyen 5 másodperc alatt kell lemenni, ott megállni, hogy ne essen szét az egész egy ilyen teljes hulladékká is. És az évvel fogod egyébként, van mobilitás, és úgy van, arra van, igen. Már ha ne, amit tehát nem bassza a csuklódat, meg ilyes, hogy az megy. Mennyi a csúcs erőugolásban? 180. Nem. Az végül is, hogyha megnézem a googolásod, mennyi most így? 60, ami 57, ami versenyen a legjobb volt. Edzésen volt? Nagyon nem volt. Hát akkor a 80 meg a 60 így arányéban szerintem az nem olyan gyenge. Ti azt hogy látjátok egyébként nálatok? Mekkora az olló így a kettő között? Hát ugye az edzés súlyemelő, ugye ezt így mindenki tudja. Tehát ő az az elmen van, hogy igazából a mellengugolás az nem arra való, hogy te óriási súlyokat mozgass, hanem arra, hogy például ha volt egy nehezebb hátamúgi szériád egyik napon, akkor a másik nap rápihensz. Ez az egyik variációja, tehát nekem nagyon sokszor volt az, hogy heti 4 edzésből egy mellengugi volt, de az ilyen vegetálós, vagy az, hogy... Mit jelent a vegetálós ilyenkor, hogy tényleg ilyen... Ilyen semmiben ésszernyit. Ilyen 100-120, vagy tudom, hogy 100. Ja. Azt akkor tényleg nem nehéz neked, ja. Vagy az, hogyha amikor nagyon sokat edzünk, akkor például vagy az van, hogy egy hátongugolás van, egy bazinagy széria magában, a következő edzésen meg mondjuk egy széles guggolásból egy 6x6, utána meg egyből egy mellengugolás 6x6. És akkor viszont megszivat a tetszés. És ott már azért, mit tudom én, közelebb a bukáshoz nyilván, ha nem is... Már ilyen 130-140-ben meg kell tudni csinálni. És akkor már mindened ki van teljesen. Ja. Egyébként most, hogy ezt mondtad, én nem gondoltam az előugolásra, de nekem is az lenne, hogyha ezt választani, és hasonlóan gyűlölöm. Lehet nekem is a mobilitás értem, ugye. Ja. Na, Dávid, figyelj csak, mondj egy pár szót azoknak, légy szíves magadról, akik nem ismernek téged. Biztos, hogy a PVB-s hallgatók között elég kevés ilyen van, de azért mondd el azt, légy szíves egy pár szó, hogy milyen eredményeid vannak eddig, mi az, amire a legbüszkébb vagy, és honnan jöttél, hova tartasz? De most így szerénynek kellene lennem, vagy? De hogy... Nem voltam sose, csak azért. Hát igazából, ugye Kulcsár Dávid vagyok, tudjátok, az előbb rámondta Zsolti, már erőemelek 3,5 éve, 15 éves koromban kerültem igazából a súlyzók világába, akkor a brazil jiu-jitsuval párhuzamosan kezdtem el súlyzózni, ott ugye ott is erre volt fektetve a hangsúly, hogy erős legyen állóképességed, és akkor hát igazából az edző mindig mondta, hogy csinálják otthon köredzéseket, helyette elmentem, és akkor lábat edzettem, meg ilyenek, és akkor ebből alakult ki az, hogy ú, ez az erőemelés, ez nekem nagyon kell. Igazából az egyéni legjobbjaim az... És bocs, kiemelkedtél ilyenkor a többiek közül a használt súlyokkal? Nem annyira komolyan? Ne. Hát mondjuk fekvenyomásba, gugiba igen, de úgy húzni ők is bírtak. Akkor még hozzáteszem, ilyen 100 kilóban 8-akat húztam, tehát az ilyen 15 éves koromban. És akkor utána én elkezdtem úgy edzeni, ők meg csak ilyen 2 hetente egyszer csinálgatták, mert ők rendesen megcsinálták a köredzést, én meg ugye otthon inkább eljártam a padi terembe emelgetni a súlyokat, és akkor szépen elhúztam. Akkor egy év alatt nagyon
Aha. És akkor utána... De akkor még jitsuztál mellette. Akkor még jitsuztam mellette, és akkor voltak a jitsuban nagyon nagy csalódások, mellette az erő megjött, és akkor egy sráccal találkoztam, gyárba jártam dolgozni, és akkor ő jött oda, Cserezóinak hívják, ő a lakótársam már 2 éve, és jött oda, és meg volt őrülve, hogy nekem erőemelni kell, de elküldtem a francba. Már ilyenkor milyen számok voltak? Csak biztos, hogy ez mindenkinek eszébe fog jutni, hogy azért... Hát ekkor már tudtam húzni kommentbe 180-ba a 10-et, meg hát ilyen félbugásokat csináltam, tehát bukamolítás nélkül focicipőben ilyen 175-öket voltam, meg tudtam nyomni 110-be 3-akat, tehát ezek voltak a számok. Nem olyan őrület, de azért kiemelkedő mindenképp a többieket. Te voltam, igen, ilyen 18 éves. Akkor ez a klasszikus gyúrás, ez ki is maradt neked, nem? Hát úgy volt, a jitsu előtt egy fél év, a jitsu kezdetén egy fél év, tehát akkor csak arra mentem, hogy szép legyek. Ja, nyilván. Ja, ez még nem sikerült, de ja. Nem. Ja, de és aztán a Serez Zoli szervezett. Igen. Azt hittem a Tódik szervezett téged. Hát igazából Zoli. És Tódikhoz. Mondta, ez Krisztián ne bántódjon meg a lényeg, hogy van az NBSC-n egy nagyon csúlya, nagyon dagadt gyerek. Tódik Krisztiánnak hívják. Azt mondja, hogy gyenge is, de szépen csinál minden. Nem megyünk el hozzá. Ez kurva jó. Ez lesz benne majd egy promo videóval. És nem ez volt a legszebb, hanem tényleg az, hogy ott voltunk hárman, Misi bácsi akkor még csak ott magának edzett, meg volt egy súlyemelő bácsi, Miki bácsi, aki azóta is nagyon jó barátom, meg tényleg sokat segített akkor, úgy mindenféle tápkiegyet szerzett nekem, ami azért kellett, mert akkor a szüleim anyagi helyzete is elég szar volt, ilyenek teljesen mindegy, és akkor Misi bácsi segített neki, és akkor kérdeztem, hogy ki ez a Misi bácsi? Ó, ne foglalkozzál, nem ért hozzá. És ezt ők ketten mondták, Seres meg Tódi. Hát azóta ő nekik is, ő írja a tervet egy pár éve. Tehát ez egy ilyen jó hát igen, 3,5 éves történet. Tehát... Nagyon komoly egyébként, hogy így nem is csak te, hanem az egész kelet így milyen hirtelen alakult, és milyen gyorsan így, hogy is mondja, meghódítottátok így a magyar erőemelést, mert tavaly volt az első, amikor csapatként bajnokok voltatok? Vagy előtte is csapatként már azok voltatok? Hát tavaly előtt már az ifik igen, a juniorok nem, meg a felnőttben sehol nem voltunk, mert úgy nem volt összeállt csapat. Aha. És akkor tavaly volt az, hogy a felnőtt a másodikok lettünk, a juniorok meg az ifik. Másodikok? Ja tényleg, a Sirius lett az első, igaz? Bocs, Nóri és Mikiel. egy centivel, de ott is, hogyha... Tehát, hogyha a Serezzel indul, akkor ott is, na mindegy. Lesztároljuk. Tehát nem azért, mert erős, hanem azért, mert az ötödik embernek ilyen kevés volt a mi őszintén. Igen. Ja, nálam még ő is jobb lett volna. Ja, tehát innentől aztán világverseny. Melyik volt az első világverseny? Pilsen. Nekem az volt az első erőemelő verseny. Nem is nagyon vicces. Ajak, tényleg? Előtte nem is volt itthon semmi? Hát voltam 2 fekvenyomó versenyen, meg egy felhúzón, tehát ilyen... Az EB volt Pilsenben, igaz? Igen. Aha, ja. Az volt most 3 éve, igaz? Kettő. Kettő? Még csak kettő? Hát bő kettő, igen. Aha. 2015, március 20 körül. Az hogy sikerült? Hát ott minden érmet, amit el lehetett veszíteni, elvesztettem, tehát éppen, hogy befértem a 83-ba, ugyanígy kugoltam, mint a harmadik, voltam 242-t, nyomtam 145-öt, az nem volt érem, meg húztam 275-öt, a Haberdóban is annyit húzott, még egy francia srác is, és akkor így az, hát ezüst érem volt Haberdnek a húzásban, nekem meg semmi, tehát így 3 húztuk ennyit, és akkor összetettben is lemaradtam komoly, mennyivel, 10 kilóval a harmadik helyről, és ott is. Te a csalódásként élted meg amúgy, vagy? Nem, abszolút nem, mert hát olyan súlyra kellett kimenni harmadik fogásra húzni, hogy meglegyen az összetett, hogy meg se indult. És igazából tudtam én is, mikor mentem ki, hogy közöm nincs hozzá, de az volt az érdeke mindenkinek, hogy a totálra menjünk rá, ne az etüstéremre a felhúzásba, úgyhogy, úgyhogy ez így alakult. De csak mit tovább. Tehát én úgy érzem magamban, hogyha már a mentális dolgokra így kitérünk egy pillanatra. Persze, kezdhetünk azzal is, vagy szóval nincs. Hogy a kudarc legalább annyira kell, hogy motiváljon, mert hogyha
ér egy kudarc, akkor látod, hogy ez amit csináltál, vagy ez, ahogy ment, így, hogy ez nem működik. Tehát, vagy hogy mi a híja. Tehát, nehéz megfogalmazni, úgyhogy most el kell mondani ebben a pillanatban ilyen szentírásként, de igazából a siker meg a kudarc mind a kettő kell ahhoz, hogy előrébb. Tehát nem olyan típusú vagy, akinek elveszi a kedvét egy kudarc, hanem nyomott előre. Mert itt se lennék már, hogy akkor én bajnok lettem volna, vagy ez is térmes. Mondjuk kudarcként nem is lehet tekinteni rá, mert az első versenyet világverseny rögtön. Ja. Igen, és utána jött akkor 2 évvel ezelőtti EB után hazai versenyek, ott nyilván fejlődtél szépen, és megnyerte gyakorlatilag mindent, ahol elindultál. Igen. És a következő komoly állomás az a mostani EB volt, ahol egy kicsit keserű emlékekkel jöttünk haza, de hát, mesélj egy pár szót erről, léci. Tehát igazából gyönyörűen felkészültem, most nem voltak ilyen, nem volt ez a számháborúzás otthon, hogy fú, hát ennyit fogok, meg ennyi a kötelező, meg annyi, amellett, de természetesen mindig megbeszéljük ezt az edzővel, hogy annyi a reális, de most így, tehát ilyen minimalistába mentünk ki, úgyhogy azokat a széria súlyokat, meg egyéni csúcsokat, amik ahhoz, azokhoz a számokhoz kellett, abszolút teljesítettem edzésen. Ez hogy néz ki ilyenkor? 3-as, 5-ös széria csúcsokról beszélünk? Vagy az, hogy egy mit tudom én, 2-40-es ugolás könnyebben ment, mint egy éve ment? Vagy mi az a 3 ismétlés az, ami reális, de az sose bukás közeli, tehát ilyen 3x3-ak vannak, de akkor így hát nehéz ezt így elmondani végül is, igen, tehát egy 3x3-ból már abszolút meg lehet ítélni a maxot, de szoktunk olyat is csinálni, hogy csak felmegyünk egyezni, és akkor az edző azt mondja, mit tudom én, 295 kilónál, hogy jó, Dávid, kell mennyi, elég már, látom, hogy hol tartunk, neked nem szabad tudni azt, hogy hol a vége. Tehát, a felhúzás az egy, ilyen, az egy olyan dolog, ami ugye a végén van, és mentálisan nagyon megviseli az embert, ugye ott dől el minden, és ott tényleg az a jó, hogyha a versenyző nem tudja, hogy hol a vége, csak az edző. Tehát nehéz dolog. Aha. És akkor ezek szerint olyan nincs is, hogy egy max ismétlést néztek felmérésként bármiben? Nem, nincsen. Tehát olyan van, hogy a nyomás úgy jön ki, hogy már tényleg bukó, és akkor így emeli az ujjával valaki mögötted, az utolsó vagy utolsó előtti széria utolsó ismétlését, de nyomás gugibar nincsen ilyen. Aha. Ja, a nyomás gondolom azért már kevésbé bűteti meg a testünket, ha ott egy kicsit bukás is közel. Vagy lehet, hogy fejbe mit gondolsz erről? Lehet, hogy fejbe kevésbé káros, hogyha nyomásba belebuksz, mintha egy gugolás rajtad marad? Hát az biztos, hogy egy gugi, ami nyom, meg komoly súlyok vannak a hátadon, az hogyha megbüntet, az lélekben biztos, hogy megtör egy kicsit legalább, és aki nem egy rutinos versenyző, én nekem például mióta Misi bácsival edzek, még egyetlen egy takarom nem volt. Tehát versenyen se, és edzésen se. Versenyen se, az kemény, aha. És edzésen se. Egyetlen egy súlyt, 2-szer dobtam le súlyt, és akkor is ilyen kapkodás volt, meg ilyesmi, tehát ilyen nyári edzés, és akkor úgy mentem fel, hogy duplázni kellett, és nem vettem se térgumit, se övet, és akkor guggoltam 2-t, raktam a súlyt, guggoltam 2-t, raktam, és akkor már szuszogtam, megszédültem, és akkor úgy tudom ledobni, de olyan, tehát versenyen soha nem volt, nem, meg hogy sosem volt olyan, hogy rá lettem kényszerítve, hogy na most küzdjél, és mégse tudtam. Tehát mindig lett bennem hagyva legalább egy deka, vagy hogy mondjam. És ezt inkább úgy csináljátok, hogy az edződ megmondja, hogy az nap eddig mész és nem tovább. Tehát igen, nálatok, ha jól tudom, nem az van, hogy 100%-os program, és akkor mit tudom én, 2-80-ba kell húzni 3x3-at, hanem kb. Annyiba, és akkor megmondja az edző, igaz, hogy mit kell csinálni. Hát ez úgy néz ki igazából, hogy neki van egy füzete, és akkor ő számolgatja, hogy hány nap telt el a legutóbbi nehéz dolgunk, de oda tesz egy pluszkörét, minuszkörét, hogy még lehet emelni, még nem. És akkor meg van írva az edzés, mit tudom én, hogy oda van írva, hogy 260-ban 2 felhúzás, és a végére egy kérdőjel. Tehát, hogy odáig biztos, hogy megyünk, fogja ő látni, hogy vagy, és abból el fog dőlni, hogy meddig. És akkor te nem tudsz előre semmit, csak ennyit, hogy ma duplázni fog, duplázgatások lesznek. Aha. Azt gondolom, ez azért hasznos egyébként, most így beszélgetünk róla, mert
így nincsenek a fejedben se elvárások magaddal szemben, amit utána, hogyha ha nem tudsz megugrani, akkor az nyilván egy rossz mentális állapotba fog vinni. Meg tényleg azt sem tudod, hogy hol a vége az egésznek. És ja, ez érdekes, hogy ha te programozol valakinek, mert programozgatsz elég sok mindenkinek a keletnél, hogyha ugye beszélgettük róla, ha te programozol valakinek, akkor ez hogy néz ki? Te is hasonlóan csinálod? Aki ott tetsz velünk, annak hát így megvan, hát megvan mondva körülbelül előre, tehát hogy egy hetit megírok, és úgy néz ki, hogy le van neki írva, és hogyha tudom, hogy együtt fogunk edzeni, akkor meg is beszéljük, hogy ne jöjjön máskor, hanem jöjjön akkor, mert és ugyanúgy teszek egy kérdőjelet, és akkor elvárom, hogy szóljon edzés közben, hogy Dávid, már 95 kilón vagyok fakvagyomásban, gyere nézd meg. És akkor az alapján ugyanúgy én is tettetek rá még, és akkor itt elég, itt ennyi. Van arra is példa, hogy én küldeném négyezni, és akkor Misi bácsi az első négy után azt mondja, hogy Dávid, kell 2-3 még elég, mert törik a dereka a negyediknél. Megcsinálja, de törik a dereka, és nem kell, hogy a fejében legyen, hogy őt össze fogja törni a súly. Tehát olyan dolgokat tudod meg, hogy az csodálatos. Nagyon érdekes. És akkor ezek szerint egy heti programot szoktatok megkapni Misi bácsitól, és te is egy heti programokat szoktál írni a srácoknak? Igen, nagyon maximum. És ez úgy néz ki, hogy amikor te leülsz a következő hetet megint, akkor megnéz, nagyjából nyilván a fejedben van egy kép, hogy mit kéne most a következő két hónapban csinálni. Így van. És megnézed az előző heti eredményeket, és az alapján összeraksz neki egy... Igen. Hát úgy van igazából, hogy az alapján, ami a múlt héten történt, és ahogy mondod, hogy van egy elvárás, hogy mit kell teljesítenünk körülbelül, mibe kell felmennünk. Tehát, hogy hány nap eltérések vannak az egyénhez szabottan, mert valaki gyorsabban regenerálódik, valaki lassabban. Tehát valakinek egy nagyon nehéz húzást kipihenni, úgyhogy érdembe fejlődjön 9 nap, valakinek 12, és akkor addig nem is kap súlyokat, hanem csak könnyen ezt egy kicsit csináljon, könnyen azt egy kicsit. Tehát amikor az a rész van, hogy élezzük a formát, akkor majdnem, hogy napról napja kapja a tervet. Amikor sok munkát kell elvégezni, akkor megkapja hétre mindig, és akkor megvan, ki van számolva tonnára, és annyi a feltétel igazából, hogyha könnyű, akkor semmi baj, akkor aznak könnyű volt, ha meg nehéz, akkor meg ha nagyon nehéz, legyen le 5 kilón, általában ilyen nem szokott. Aha, értem. És amiről most beszélünk, csak egy kicsit, akkor szerintem most már edzés programozásba elkanyarodni mindenképpen. Amiről beszélünk, az most már így az erőnövelő fázis a verseny előtti hónapokban. Alapozáskor, hogy álltok ehhez hozzá? Alapozáskor is fontos szerinted az, hogy mennyi idő alatt regenerálódik az ember edzésről, vagy gyakorlatról gyakorlatra, ahogy tetszik, vagy akkor, mivel ott folyamatosan fáradtak vagyunk, ott nem várhatunk teljes regenerációként, mondjuk nehéz húzás között. Hogy álltok ezt hozzá? A húzás az amúgy olyan, hogy nálunk például, hogy ez egy ilyen mumus, tehát annyira én azt tanultam meg saját példámból is, hogy mit tudom én, te vagy egy 270-es húzó, és az alapozáskor 200 fölé nem nagyon mész. Tehát ez egy nagyon furcsa dolog. Tehát ilyen 6-8 ismétlések is vannak, akkor is, mit tudom én, húzol 5x8-at az egyik edzésen szumóba, a másikon meg lehet csak egy 5x5-öd lesz, mert azért kinyírtad mindened, és akkor ugye a szumó az egy comb, meg közelítő, centrikusabb dolog, és akkor húzol mondjuk egy szakító felhúzásra, egy konvercet 5x5-öt, ami ahogy mondtam, ilyen vegetálosan. Tehát, hogy azok a gyakorlatok, amikben nem versenygyakorlatok, mit tudom én, nekem például a szakító és a konvencionális, ez a kettő, abba mindig van hagyva. Tehát, az inkább ilyen regeneráló igen. Abba is fel kell tolni a fejlődést, vagy hogy mondjam, a súlyokba haladunk szépen előre, de az nincsen kicsontolva, tehát nincsenek ilyen nagyon beszaros szériák. Inkább az a beszarás, hogy előtte ugye fáradtál egy két nap előtt a szumón, hogy nem élvezed megcsinálni, hanem jaj, legyünk már túl rajta, legyünk már túl. Aha. És hogyha arányosítani kéne, most tudom, nehezet kérdezek, mert fele tudja, de hogyha arányosítani kéne, mondjuk a guggolás esetén, hogy alapozáskor
a nehéz és a könnyű gyakorlatok, hogy arányulnak egymásnak, amit mondanál? Hát olyan... Ott a közepesen nehéz és a nehéz közt kell dolgozni. Aha, aha. Akkor a közepesen nehéz és a nehéz. Közt valahol, igen. Tehát, hogyha nagyon meg kell ezt mondani százalékba, 60-75% közt kell dolgozni végig. Ja, értem, aha. 60-75%-os súlyokon dolgozunk. Súlyokon, és hogyha az van, bocs, és hogyha az van, hogy mondjuk heti 5-öt ugolsz alapozáskor, most csak mondtam valamit, nyilván ez tök egyéni, heti 5-öt ugolsz, akkor az 5-ből átlagban hány könnyű ugolás van, ami tényleg érdekes álló cél, ez a túlmutat 4-es százas előbugi, vagy ilyesmi, és hány nehezebb, ami... Hát 1-2 az, ami ilyen. Könnyű. Könnyű, aha. És vagy ez a mellengugi van, vagy gyorsan kell gugolni. Tehát az, ugye az embernek vannak gyors izmai is, ez nem súlyemelés, de attól függetlenül, hogy ez egy regeneráló célzatú dolog, mert mindenedet átmozgatod vele, és tehát ugyanúgy megcsinálsz vele egy bizonyos tornát. Aha. Az ott inkább ilyen 8-10-ezni szoktunk, 3-4-8-10-et, és akkor az le van tudva a gugid. A nehéz, ami igazán nehéz, egy, ma nagyon max 2, de az is el van tolva egymástól egy 4 napra. Tehát ahhoz az egyénnek nagyon jó regenerációs képességek kellene. Tehát mindennek adott kell lenni ahhoz, hogy te tudjál egy héten kétszer is olyat menni, hogy megcsináltad ezt, oké, megcsináltad azt is, mondtam, egy nagyon nehéz 5x8, egy nehéz 6x6, és neked az a jövő heti teljesítményedből ne elvegyen, hanem tehát ő kibírt a jövő hetet is, mert itt a jövő hétre is kell gondolni. Aha. De és hétről hétre, amikor tervezel egy alapozást, akkor hétről hétre a progressziót az mi adja főként? A súlynak a növelése? Nem, a tonna. A tonna növelése, aha. És azt mind keresztül érjük el, mondjuk a sorozatok számát növeljük, vagy az ismétlés számokat, vagy... Úgy van, hogy ugye a tonna így megy felle. Aha. Tehát egyszer, amikor több a tonna, akkor inkább 8-6-6, és kisebbek a súlyok. Amikor lejjebb viszed a tonnát a következő hétre, hogy kipihenj az előző hetet, akkor vagy az edzés szám is lecsökken, mit tudom, 5-ről 4-re, vagy egyszerűen lementek ismétlésbe 4-5-re. Vagy is, minden jár. Ez edzőként ilyen rémálomnak hangzik, tehát hogy... Nekem tetszik. Eredményességben mindenképp, csak edzőként most belegondoltam, hogy minden tanítványomnak hetente meg kell írni a programot. Te fejszínűk nagyon, is vele. Nagyon brutális a figyelja. És kiegészítő gyakorlatok terén. Nekem egy nagy meglepetés volt, hogy a megállított bugikat nem nagyon szoktátok erőltetni, csak haladó szinten. Arról mondasz pár szint, mert szerintem érdekes lehet mindenkinek. Tehát kis hibáztatnak el, mert van, hogy a combodnak van egy olyan képessége, hogy rugalmas vagyunk. Tehát, hogy van egy nagy, hogy ki kell fejlesztened egy rugót. És akkor, mert ugye súlyemelésben ő ezt tanulta, és a kezdőket abszolút arra tanítja, sőt a haladóbbakat is lássuk, hogy például Fekete Miki ott edz, meg itt nálunk az elnök, és ő is egy ilyen kontrolláltabb rugolást csinált régen, és legalább egy év kellett, hogy Misi bácsi átnevelje arra, hogy bátran engedje el a bugit. És igazából ehhez nagyon sok edzést kell megcsinálni a kisebb súlyokon. De hogyha te elkezded a megállításos bugikat, meg olyanokat, hogy 3 másodperc alatt, meg 5 másodperc alatt mész rá, és meg ülsz benne ugye a megállításokba, akkor elvileg ez a képességed nem fog kifejlődni. Meg van egy olyan oldala is a dolognak, hogy az egy óriási, hogy mondják, hogy kincs, amikor már kicsit megneked a fejlődésed. Mert az, hogy ott ha van egy platód, és megáll a bugid, ott egy teljesen más irányból tudod magad terhelni. És hogyha már az elején elnövöd ezt a dolgot, akkor majd nem tudod felhasználni, mikor egy magasabb szinten leszel. Aha, jogos. Aha. Tehát gyakorlatilag akkor már begyakoroltad ezt a technikát, és már jól vagy a robbanékony vagy, és az így megy, és azt már nem fogja elrontani azt, hogyha megállítottad. Igen. Ez érdekes. És a rugót ti hogy képzelitek el amúgy, amikor az edzés közben is beszélgetünk erről, mert nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit mond nektek Misi bácsi, mikor kell elengedni a rugolást? Az alsó 10 centiből, vagy a felétől, vagy hogy álltok hozzá? Hát, úgy kell elvileg mennie, ő úgy tanítja a rugót, hogy úgy, ahogy például a
felhúzás, vagy a szakításnál, vagy igen, hát a szakításnál például az, hogy tértől indítod el, és akkor van egy sebesség, aminél ugyanúgy elengeded, és egyre gyorsabban engeded, és az alján a leggyorsabb, aha, és ahogy leérkezel, megfogod, és teljes erőből taposol felfelé. Tehát ez így nehéz elmondani, de rá lehet gyönyörűen érezni, hogyha ott van egy olyan ember, aki ezt el tudja mondani, mert rá tud vezetni. Aha. Tehát gyakorlatilag kontrolláltan indítod a negatív szakasz, és az alján pedig gondolom, gyorsulsz egy térdből gondolod ezt a rugózást, hogy igen, képzeljük el, hogy a térd előre tolásával, hát mindenki igen tudja, miről beszélünk, amikor rugóról beszélünk, ja? Akkor így belepattanunk. Igen. És kezdőként egyébként erre még kíváncsiak, nem okoz ez problémákat így a rugózásban, hogy emiatt nagyon belezuhannának a kezdőbek a rugózásban? Akkor mindig ott van valaki és felügyel, hogy ne engedd el ennyire, figyel rájuk, meg az, hogy igazából kezdőként azt tudom menni a baj, hogy én amit én látok, ahányan lejöttek hozzánk, mert hozzánk kifejezetten ilyen 20 év alattiak jönnek, és abszolút a kezdők, hogy mennek lefelé, és nem gyorsan mennek, hanem lassan, megállnak, pihennek, tehát az a bátorság, hogy hopp, ahogy Misi bácsi mondaná, megint csak azt mondom, hogy hopp, 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 hányja ezt mondod, és ez jogos is. Igen, és jogos. Nyomásnál kiegészítő gyakorlatokat mennyire szeretnek sok kiegészítő gyakorlattal terhelni a nyomásokat? Érdekes dolog. Majdnem, hogy a nyomás az körülbelül, hát most a kiegészítőket nézzük, tehát nem a variációkat, akkor ez az, ami a Misi bácsi féle metódusban, vagy ebben az ukrán metódusban a legtöbb figyelmet kapja, tehát a tolózkodás, a tricepszezés, az evezések, az nagyon fontos dolog. A bicepszezés, vállazás, vagy hogy mondjam, vállazás, oldalemelés, vállalnyomás, igen. Azt inkább mondjuk az alapozásnak a legelejét, mikor nincs sok edzés, relatíve jó, magas ismétlés számon, de azért nem küzdesz a súlyokkal minden edzésen, mert utána már nem lesz arra energia. Aha. Tehát amikor 3,5 óra egy edzés, az én nálam például úgy 3,5 óra, hogy tényleg a 3 gyakorlatot megcsinálom, és röglök, hogy éve. Igen, és amit szerettem volna még kérdezni, ezt már amikor beszélgettünk így a programozásokról, akkor sokszor eszembe jutott, hogy tonnát számoltok, az nyilvánvaló, mert ezt szoktad emlegetni, ismétlés számokat számoltok, hogy mit tudom én, egy héten összesen van, tudom, 150 ismétlés, azt is számoltok. Neked hogy néz ki egyébként, csak kíváncsiságból? Nyilván ne próbáljuk leutánozni a Dávid programját, de még. De. Hát alapozás, az úgy néz ki, hogy ilyen 150-200 ismétlés napig van. És ebben benne van 50% fölött minden, igaz? 50% fölött minden. Tehát az 50%-ot is úgy kell venni, hogy nem az aznapinak az 50%-a, hanem a vért maximumnak. Tehát a mellengúginál is be tudsz valamit, hogy kb. Ennyi megy, most ott 5-10% az nem, azt nem szól. És akkor 150-200 ismétlés bugi van, a húzás az amivel kevesebb, az ilyen 120-160 nagyon max. Az is jó sok, aha, igen. És a nyomás az már 200-250-300 is volt már. Aha. Tehát ott brutális munkákat elvégzünk nyomásra. És akkor tök ezeket mintáztatjátok így hétről hétre, szépen mászunk felfelé, elkezdesz nem tudom 200-ra rugolni, akkor fölmész 250-re a utolsó hétre, vagy valami ilyesmi. Igen, igaz? Valami ilyesmi. Aha. Ez mondjuk tényleg jó nagy munkamennyiség. És most a legutóbbi felkészülő, a legutóbbi alapozás, akkor hányat edzettél egy héten? Egy átlagban. Négyet. Csak? Aha. De az akkor négy tényleg ilyen kurva hosszú edzés. Négy, igen. Hát igazából három olyan érdemi, és a negyedik az nálam nagyon bejött, hogy volt egy gyors guggolás, meg egy állítós guggolás. Meg két nyomás, és akkor volt, először guggoltál gyorsan, aztán nyomtál egyféleképp, aztán volt egy megállítós, aztán nyomtál másféleképp, és ez volt a negyed vasárnapi edzésem, de a több lett volna, akkor már tényleg nagyon elegem lett volna, mert azért kaptam az évet a másik hármon. Ja. Volt öt is, de az csak egy 4 hét volt, és az olyan 4 hónappal a verseny előtt. De az EB előtt volt, ahol kezdődött, és már az utolsó 3 hónapot az végig 4-jel csináltam. Aha, értem. És amikor a versenyhez közeledtek, akkor nyilván csökken a tonna, meg csökkenek az ismétlés számok, a súlyok. Az edzés száma szokott csökkenni olyankor?
a legutolsó hónap az 3-1 vagy sem megy, és akkor az ilyen, ott nagyon-nagyon leesik minden, tehát azon például, az megint csak egyénre szabott, mert van akinek elmegy a tomorús bicepszéből, valakinek a combjából, és akkor valakinek később szabad elvenni a súlyokat. Tehát az baj, hogyha elmegy a tónus, hogyha itt nem érzed magad feszesnek ilyenkor. Aha. És azért pedig nyilván az felelős, hogyha túl kis mennyiséggel kezdesz edzeni, és túl hamar kezded elvenni a mennyiséget. Aha. Ja. És akkor erre való például az, hogy két hét a verseny előtt nyomjuk meg az utolsó ilyen komolyabbat, és akkor utána már lehet egy heti egyszer egy kicsit vagy valamit könnyen csinálni, meg még vannak ötszörötök. Aha. Ilyen könnyebb súlyokon, mert másképp nem nekem a tricepszemben nagyon hamar megy el a tónus, de Horváth Pepe ilyen, hogy neki a combjából megy el irgalmatlan gyorsan. Aha. Tehát így látszik, hogy összecsopad a combja gyakorlatilag, és akkor nyilván csopad combbal nem lehet. Igen, nem is úgy megy neki akkor már a gugi, hogyha hamar elvesztik a tónus. Aha, ez érdekes. Ja, hát azért sok ilyen egyéni dolog van. Te mit gondolsz, hogy neked mibe kell másik programozni, mint a nagy átlagnak? Jó kérdés. Hát van több ilyen dolog is, tehát azt szokták mondani, hogy a felhúzás felmérést hamarabb kell megcsinálni, mint a googolás, nekem ez mondjuk pont fordítva van. Például nekem a lábam az kis csofat, tehát nincs mit szépíteni, és igazából akkor van formában, hogyha pihen. Tehát amikor sok a munka, akkor kínlódok, meg a fáradt vagyok, minden bajom van, és amikor már 100%-osan ki van pihenve, akkor a legrugalmasabb, akkor úgy rúg, mint az állat, de amúgy lassú, nem az igazi. A húzást, az állat, a verseny előtt felmérni, az nagyon jól be szokott jönni. A nyomás meg az, hogy a triceps, az nagyon sokáig meg kell tartani a tónust, ez minden, ami igazából az én saját magamra szabva működik mostanában. És egyébként kicsit más téma, ugye gondolom, összeismerkedtél világversenyeken, más nemzetek versenyzőivel és vannak ismerettségre ilyen szinten. Látod, hogy mit csinálhatnak másként azok, akik eredményesebbek nálunk? Vagy van-e olyan, amit másképp csinálnak, vagy mi a tapasztalatod ilyen szinten? Vannak érdekes dolgok, tehát mondjuk akikkel így, hát nem mondom, hogy barátságban vagyok, de hát így Instagramjukat nézem meg így látom, hogy miket csinálnak, mert annyira gyakran posztolnak, meg minden, és amit így nézzük, hogy nagyon magasabb módon ment még az edzés, vagy még a verseny előtt 3 héttel is, például a svédeknél irgalmatlan magas. Tehát aki srác, aki ellenfelem volt az EB-n, és sikeresen meg is nyert, ő még valami 4 héttel a verseny előtt 2:20-ban 11-et, tehát rep maxot csinált, és mondom, hogy hát ez el fog fogyni ez a gyerek, és jövőn felállt 2:82-t, de én ezt megcsináltam volna biztos semmit, tehát lehet, hogy el sem jutottunk volna ki. Érdekes, ott nagyon fontos, a volumen nagyon sokáig tartott. Azonnal a versenyzőknél, a több embernél látom. És hogy látod, profi a hozzáállás a külföldieknél jobban, mint nálunk, vagy igazából ez a raverő emelés, ez még mindenhol kicsit gyerekcipőben jár. Én úgy gondolom, hogy vannak országok, amik már ugye a ruhás témából jönnek át a rangba, mint a svédek, norvégok szépen lassan jönnek át, mert ukránok ugye irgalmatlan teljesítményekkel. Ott azért a mentalitás más, az egész válogatotthoz való hozzáállás is olyan. Lehet, hogy több is a pénz, de ott olyan egység van, hogy mindenki mindenkiért van, tehát ahogy hallom, meg látom, hogy ott együtt mozognak, együtt vannak, együtt csinálnak mindent, mennek egymáshoz, segítenek egymáson, mindenki tud a másikról, hogy hogy jár, segítik egymást, és az ország is biztos támogató, de erről Sofia Lofttal próbáltam volna beszélgetni, ott Tartuban tavaly, Pepével próbáltuk kikérdezni, de nem nagyon akart mondani semmit, tehát ilyen ködöt vagyunk. Nagy titkok vannak. Igen, ott az a csapat, azok a lányok, azok brutálisak, ez a Sofia Loft, meg az a Isabella Bombay. Ja, igen. És még ott van az a Jenny Kipfun is velük, ez most nem versenyzett, de az is, tehát ott nagyon kemények a lányok. A hideg ráztőlük nagyon durvák.
férfiakat meg szégyenítve. Na és akkor most jön a VB, mikor is június második hetébe, ha jól emlékszem, harmadik hetébe. Itt a várakozások, jó sikerült a felkészülés most a számháború nélkül nyilván, de ahogy te szoktad mondani. Igen, igen. Hát haladunk szépen, tehát ilyen irgalmatlan nagy dolgokat nem csináltam magamhoz képest, tehát nem is nagyon volt idő, de úgy az erő, ami volt az EB-re, sikeresen visszajött, és ilyen dekákat, kilókat pakoltunk rá, tanultunk a hibákból, közben a térdem is megjavult. Igen, ezt akartam kérdezni. Most százas, azt mondod? Százas. Kurva jó, nagyon jó. Nagyon stabil mindkettő, nagyon jól bírja a gyűrődést. Az a legnagyobb különbség, hogy amikor az EB-re készültem, akkor már úgy nagyjából jó volt, de ilyen egy órás bemelegítés kellett, hogy tudjak googolni. Mi csináltál akkor a bemelegítésnek? Hát az volt itt a szalagom, a combfeszítőn a belőmi fut végig, az volt irgalmatlan letapadva, és akkor labdáztam hossz irányba, meg ilyen, bocsánat, tehát ilyen leszorításos koszírozásokat kilóttam magának, és akkor szépen engedte el a szalag, és engedett a mozgástartományba, tehát annyira húzott, hogy nyilat, ilyen 50 kilóknál, és ott ilyen 5 bemelegítős adatokon biztos volt 50 kilóban, meg gyújtottam a minden csípőhorpaszt, mindent. Sok munka volt. Tehát volt olyan többször, hogy bemelegítő krémmel a barátnőm így masszírozott alkarral 5 percig, már ő le volt főve, és így mondom, hogy most engedett el a combom, érzem. Egy vicces dolgok voltak. Most ez a rugalmatlanság is elment. Tehát nem csak az, hogy nem fáj, hanem rugalmas. Többet nyújtasz? Hivatalos verzió az, hogy igen, igaz? Igen, igen. Hát most ez a hét nem arról szólt, de a nyújtásokra odafigyelek. Meg szerintem, hogyha itt lehet egy kis reklámot intézni Arnoldnak. Ezért is akartam, aha. Paróci Arnoldnak és Csiki Ferenc, Csiki Ferinek, hogy tehát ingyen elvállaltak, és foglalkoztak velem, és igazából csak az utazási költségemet kellett állnom. Egy óriási dolog, mert nélkül biztos vagyok benne, hogy még ugyanúgy kínlódnék, és nem bírnék 180 kilókkal se szériázni, mert annyira kellemetlen lenne. Tehát nekik óriási hálával tartozom, az körülbelül 5-6 alkalom volt, mire ez teljesen helyre jött. Kátszúztatok, igaz? Úgyhogyként, aha. Ja. Szóval jó sikerült a felkészülés. Egy-két számot mondjál már. Több ismétlés, nem kell 3 ismétlés, meg ilyenek. Mit googoltál most a héten mondjuk, vagy a múlt heti nehéz edzésen? Jó, a hetet elmondom, tehát a gumiszalaggal, a zöld gumiszalaggal. Jaj, ez elején jó minden, igen. Igen, látszok, hogy nyalásokat semmi. Tehát a zöld gumiszalag, ugye felülről van rögzítve, azzal 2.92-ben googoltam egy duplát, ami nálam nagyon nagy szó. Tehát nem is engedett sose az edző azzal menni ilyen nehéz duplákra, ebbe az évben még. Tehát ilyen könnyű 3x3-akat voltam az EB előtt, de így nem, hát most beszartam keményen alatta. De úgy sikerült, és az nagy lélektani dolog, mert ugye mégiscsak jó, hogyha 290 ott van a nyakadban, kiállsz, felállsz kétszer, lehet, hogy a szalag nélkül nem menne, de a gumiszalag az nagyon kell, hogy az embernek a motivációja megjön. Én úgy érzem magamról. Aha. Ez jó, hogy szóba jött egyébként, mert ezt akartam még kérdezni, hogy nagyon sokat szalagoztok. Kezdők szinten is szalagozzatnak. Kezdők versenyzők verseny előtt vagy igen. Egyszer-kétszer felküldi őket ilyen könnyebb triplákra az edző. Aha, azért, hogy szokják a súlyt, vagy? Így van. Fejben úgy érzed, hogy... Nem is így kérdezem, inkább úgy kérdezem, hogy elsősorban szerinted fejben, vagy fizikálisan segít a szalagozás verseny előtt? Szerintem nehéz megmondani, melyikben jobban, de szerintem fejben biztosan. Tehát nekem maga az, hogy ráhangolódjak a szalag nélküli triplákra, tehát elengedhetetlen. Tehát a verseny előtt, az EB előtt, egy példát mondva, tehát nem nagyon szeretek még 3-akat se guggolni, mert valahogy nem tudom felszívni magam, nem tudom koncentrálni. És 2.15-ben guggoltam mondjuk 3x3-at, nem ment rosszul, de az edző nem engedett, nem se volt az igazi.
a szalaggal ugoltunk egy 60-ba 3x3-at, maga biztos lettem, és akkor rá 10 napra a páncélszéknél már 240-ben egy triplát vertem, és előtte még 220-ben is ugoltam egy triplát, 230-ban két triplát, és annyira maga biztos lettem attól a szalagtól, hogy biztos vagyok benne, hogy óriási szerepe van. Aha. Ez érdekes, mert itthon egyébként viszonylag kevés erőemelőnél látom, hogy sokat szalagoznának. Ti minden, nálatok mindenképpen, meg nyilván így a hozzátok közel álló Mikiéknél is szoktam látni, de úgy másoknál én nem nagyon, vagy nem tudom, te erről mit gondolsz, hogy hogy tapasztaltad, de mindenképp. Mi sose csináltuk egyébként még, és nagyon gondolkozom, hogy beépítjük mi is a versenyfelkészülésbe, mert hát, ti csináljátok, de nagyon szar nem lehet. Jó, tehát a pozitív várakozásokkal megyünk neki a VB-nek. És még a VB előtt Dáviddal készülünk egy kis meglepetéssel nektek, ezt már beharangoztam valamennyire a Facebook csoportunkba. De Dáviddal összeraktunk egy prezentációt, vagyis pontosabban ő rakott össze egy prezentációt, ami arról fog szólni, hogy ők hogyan programoznak, és minden, amiről most beszéltünk, azt részletekbe belemenően át fogja adni. Táblánál állva, rajzolgatva, minden, ami kell ahhoz, hogy ezt maximálisan el tudjátok ti is sajátítani. Én azt gondolom, hogy nem hiába Dáviddal beszéltem meg ezt, hogy a Power Builder csatornán egy ilyet előadjon. Én azt gondolom, hogy tőlük nagyon-nagyon sokat tud tanulni mindenki, aki a magyar erőemelésben él és mozog. Tehát mindenképpen érdemes lesz nektek ezt majd figyelemmel követni. Egy linket már raktam is ide a YouTube videó alá megjegyzésbe, ahol fel tudtok erre regisztrálni. Ez nem lesz ingyenes, azért nem lesz ingyenes, mert Dávidéknak ebből szeretnénk, hogy ebből is szeretnénk egy kicsit segíteni, finanszírozni a VB-re való kijutást. A minőségén azt gondolom, hogy mindketten abszolút garanciát vállalunk, és egy olyan cucc lesz, amiből, hogyha megnézitek, akkor nem csak egy ilyen általános képet kaptok a dolgokról, mint ahogy most a mostani beszélgetésből, hanem tényleg egy programot fogtok tudni magatoknak felépíteni, ami alapján majd nyilván kis hibákat elkövetve, kísérletezve, de el tudtok haladni azon az úton, hogy ti is olyan erősek legyetek, mint a Dávid, még ha csak ilyen csopfancomban is. Köszönöm szépen Dávidnak, hogy itt volt velünk, remélem, hogy sokat tanultatok belőle. Most pedig megyünk edzeni, és aztán abból már remélhetőleg láthatok egy pár részletet. Szevasztok!